Üdvözletem mindenkinek! Az előző járműről, amivel jártam, arról ugye csináltam egy bemutató videót, hogy mi van az ajtó mögött címmel. Most ezzel a járművel járok. Ez egy DAF FTXF. Hogy az az FT mit jelent, azt nem tudom, de ez van a forgalmiába írva. A típushoz, hogy FTXF. Egy 460 lóerős jármű, automata sebességváltóval, 12 sebességes automata váltóval. Na hát nézzük itt is, hogy mi van az ajtó mögött. Hát kezdem rögtön itt, ahol kezdtem a MAN-nál is. Ugye van itt ez a... Hát ez... Ez nem tudom, hogy hogy került ide ebbe, de gondolom, hogy ilyet találtak a raktárba, és azért rakták ezt bele, ugyanis ezzel szerintem mindenféle dolgokat, pótkocsit, meg ez a bogi kereket emelheti, gondolom, a traktoron, ez a póton, itt a pótkocsit lehetne szintezni, nem tudom. Nem működik, egyetlen egy funkciója van, ráteszem a gyújtást, és ezzel tudjuk a hátsó tengelyt szintezni. Megemelem. Ugye? Értelemszerűen, ha ezt leveszem, akkor így áll, és akkor a fölfelé nyíllal emelem, a lefelé nyíllal pedig leengedem. És a zöld gomb megnyomásával pedig beállítja a menetszintet automatikusan. Ami számomra elég furcsa, mert úgy néz ki, mintha hanyat akarna esni a fülke. Mintha terepes lenne az autó. Magas az eleje, alacsony a hátulja, így dől össze az egész. Érdekes. És elég könnyen össze is tud akadni a pótkocsi az alvázzal. De majd erre külön kitérünk. Na szóval, itt van egy bizgentyű, ezzel lehet nyitni az oldaldobozt, amiben itt nekem szerszámok és egyéb kellékek vannak. Ezen az oldalon. Ezt a kütyüt már az előző gazdája tette bele, ez a levegőpisztolynak a csatlakozója, csak ez egy számmal kisebb, mint ami nekem van. Úgyhogy nem tudom bele csatlakoztatni, ki kéne cserélni ezt a részét, mert ez 6 mm-es, az enyém meg 8 mm-es csőre van igazítva. Na kérem, az ülés, ugye ezzel tudom bekapcsolni, meg kikapcsolni a légrugót, ezzel mit csinálok? Ezzel az ülést, magát tudom a támlát billenteni lejjebb-följebb, ezzel az egész ülést tudom lejjebb-följebb állítani, ezzel pedig az ülés támláját tudom előre-hátra billenteni, itt pedig van egy plusz-minusz gomb, amivel ide a derék támaszhoz tudok befújni vagy leengedni levegőt. Ülésről körülbelül ennyit. Ja, ezzel tudom előre-hátra, és ezzel is tudom még billenteni magát az egész, azt hiszem az egész ülés lehet előre-hátra, vagy nem is tudom mit. Várj, ezt nem próbáltam még, hogy mit lehet ezzel. Aha! Magát az ülőkét lehet előrébb-hátrébb csúsztatni. Ezzel lehet a kormányt oldani és bizonyos mértékig mozgatni, de hát ennyi. Ennyi, amit lehet rajta mozgatni, meg föl le is lehet állítani valamennyit. Hát haladjunk befelé innen. Azt mondja, ezzel lehet itt nyitni, zárni ezt a szellőzőt, hogy fújjon. Ez pedig a világításnak a kapcsolója, helyzetjelző és tompított világítás. Ez itt egy munkalámpának nevezett, itt a fülke mögötti hátrafelé világítónak a kapcsolója. Ezzel a ködlámpákat tudom kapcsolni. Egy gombnyomás első, még egy gombnyomás hátsó. Ezzel a belső villanyt tudom kikapcsolni, hogy ajtónyitásra se világítson, meg egyáltalán ne világítson. Haladjunk tovább befelé. Becsukom itt ezt az ajtót, mert innen nagyon jön be a fény, és ez nagyon zavarni fogja a kamerát, úgyhogy ezt is itt így. Na kérem, hogy itt van az ajtónak ezzel összervek, az ablak jobb oldal, vagyis bal oldal, jobb oldal,
akkor ezzel tudom szabályozni, hogy melyik tükröket akarom állítani, hogy a baloldali alsót, fölsőt, vagy a jobboldali alsót, fölsőt, és ezzel tudom állítani a kiválasztott tükröt. Ez a tükörfűtésnek a kapcsolója. Hűha, be kell indítani a járgányt egy pillanatra, hogy a kormányt egyenesbe tudjam állítani, hogy lássuk itt a műszerfalat is, meg magát a kormányt. Kormány az így néz ki. Hát ezt gondolom, hogy ha lenne telefon kihangosító beépítve, akkor ez annak a működtetésére szolgálna. Ez itt egy sebességhatároló bekapcsolás, illetve kikapcsolás. Be lehet állítani, megyek mondjuk egy lejtőn, ereszkedek lefelé, teszem azt 85-tel, és szeretném is, hogyha ezt a 85 km per órát tartaná, és nem akarok én fékezgetni, meg motorféket kapcsolgatni, meg minden, akkor megnyomom ezt a gombot, hogy set. És akkor ő kiírja oda nekem, hogy 85-re beállítottam oda a műszerfalra, de hát most ugye nem írja ki, mert állóhelyzetben vagyunk. Kiírja a műszerfalra, hogy 85-re beállítottam, és akkor ő automatikusan megpróbálja megfékezni, mondjuk kis súllyal meg is tudja tartani nagyon szépen ügyesen. Nagy súlynál már rá kell segíteni lábfékkel, mert nem képes a tartós fék. Mert ez nem retarder, hanem a jó ég tudja micsoda. Valami motorfékes mutatvány, nem tudom. Retarderes autóval jártam, DAF-val úgy szintén, nem itt a cégnél, hanem másik cégnél, ugyanígy nyergessel, nyerges DAF-val, annak a retardere az úgy működött, hogy a lábfékhez hozzá se kellett nyúlni, csak akkor, ha meg akartam állni, de akkor is már csak a végén. Az hiába volt rajta 25 tonna, 24 tonna, az akkor is a retarder az úgy megfogta a lejtőn lefelé is, hogy ahogy én akartam, 3-4 fokozatban, 3 vagy 4, nem is tudom, már nem emlékszem pontosan, de több fokozatban lehetett állítani, hogy milyen erővel kapcsoljon, és az nagyon bivaj fékerőt tudott produkálni. Ebbe valami motorfékes mutatvány van, mert ahogy bekapcsolja, egyből visszavált egyet vagy kettőt, és úgy fogja meg a sebességet. Itt a jobb oldalon... Hűha! Ezt nem is néztem, hogy ez a kapcsoló mire való, de ez elképzelhetőnek tartom, hogy ugyanezt lehet vele újból visszaállítani azt az értéket, amit itt beállítottam. Nem mernék rá megesküdni, de jó, ezt hagyjuk, bocsánat, nem is néztem utána a könyvbe, utána néztem az összes kapcsolónak, de ennek nem. Ez itt a tempomatnak a bekapcsolója, vagy éppen ez a gomb, attól függően tök mindegy, hogy melyiket nyomom, de ezzel tudom növelni, ezzel meg csökkenteni az értéket, és akkor a beállított értéket ezzel tudom visszakapcsolni, hogyha egy fékezéssel vagy bármivel kikapcsoltam a tempomatot, és én újra, mit tudom én, 89-el, vagy 90-nel, vagy 85-tel akarok menni, akkor nem kell újra beállítgatni, hanem rányomok erre, és akkor ő már visszaállítja azt az értéket, ami volt. Itt van a bal oldalon, ez ugyebár értelemszerűen irányjelző, jobbra-balra, ablaktörlő kapcsoló, ez is tanítható ablaktörlő, hogy most ki van kapcsolva, kapcsolok rajta egyet, töröl egyet, újra kikapcsolom, és akkor megvárom, míg olyan szinten vizes lesz a szélvédő, amikor nem esik nagyon az eső, hogy újra törölni kelljen. Akkor megint kapcsolok rajta egyet, ide, ebbe az állásba, és akkor ő megjegyezte ezt az időtartamot, hogy ez volt 3 másodperc, 10 másodperc, nem tudom milyen intervallumon belül lehet szabályozni, de ő ezt az időtartamot megjegyzi, és akkor onnantól ilyen időközönként töröl egyet-egyet. Ez itt már az egyes fokozat, ez folyamatos törlés, és a kettes fokozat az is folyamatos, de az már gyors törlés, amikor már nagyon esik az eső. Ez itt a kürtnek a kapcsolója. Ez pedig lenne, ha befelé nyomom ezt az egész fogantyút, akkor spriccel megy az ablakmosó. Jobb oldalon ez a kapcsoló pedig lenne ez a gomb, ez itt automata vagy manuál állást kapcsolja a sebességváltót, át lehet állítani manuálisba is.
Alaphelyzetből automatába áll, de ha át akarom állítani, át tudom állítani. Viszont menet közben, anélkül, hogy átállítanám, bele is lehet nyúlni ennél is a sebességváltásba. Volt nem egyszer, nem kétszer olyan, a videók alatt is, hogy nyomom a gázt, és már pörög, már 1700-as fordulatnál járunk, és még mindig nem váltott föl, úgyhogy akkor fogom, húzok rajta egyet, és fölvált. Vagy pedig, ha vissza akarok váltani, akkor lefelé nyomom, visszavált. Az motorféket lehet kapcsolni errefelé kapcsolva, akkor ő bekapcsolja a motorféket, és ha automata állásban van, akkor rögtön vissza is dob egy sebességet, és úgy fékezi az autót, errefelé meg kikapcsolni lehet a motorféket. Ez itt a kézifék kapcsolója, akkor ez itt egy szemetes szatyor, ki kell dobnom ezt is majd, ne legyen itt útba. Na, most engedek be egy kis fényt, hogy itt is láthatjuk a dolgokat. Itt van egy olyan, amivel a műszerfalnak a fényerejét lehet szabályozni. Meg is mutatom. Aha, nincs rákapcsolva a világítás, bocsánat. Világítást rákapcsoljuk, és akkor leveszem a fényerőt, ráteszem a fényerőt. Ezzel azt lehet szabályozni. Nézzük további kapcsolókat. Itt van ez a kapcsoló. Ez arra szolgál, hogy ha elállítottam a menetszintet, akkor ennek a kapcsolónak a megnyomásával ő automatikusan visszaállítja a menetszintet. Ez itt a sebességváltónak a kapcsolója. Ugye itt üres állásban van. Itt van normál előre menet. Igen, ő neki most nem tetszik, hogy álló helyzetbe. Ez pedig a lassú előre menet. És akkor ugyanez van hátrafelé normál, ez pedig a lassú hátrafelé menet. Alatta a fűtőventilátornak a szabályozója, ezzel azt lehet szabályozni, hogy hova fújja a levegőt, ezzel pedig ugye a fűtést lehet szabályozni. Akkor itt mellette ez a differenciálzár kapcsoló. Ez pedig len egy olyan kapcsoló, hogyha megnyomom, akkor megemeli egy picit a hátsó tengelyt, hogy esetleges ilyen szűkebb fordulóknál, ilyen-olyan helyeken nehogy összeakadjon a pótkocsi és a gép ott az alvázzal, és akkor így ezáltal kicsit kiemeli. Kiemelte, ugye itt mutatja is nekem most, hogy nincs menetszint. Most megnyomom ezt a gombot, és ő fogja, és automatikusan vissza fogja állítani a menetszintet. Ott van, visszaállította a menetszintet. Nagyon ügyes, nagyon okos találmány, nagyszerű. Ezzel a klímát lehet kapcsolni, ezzel azt lehet kapcsolni, hogy a külső vagy a belső levegő jöjjön a szellőzőkön. Kézifékről beszéltünk, rádió, ez a kommunikációs eszközünk, ez már más tészta. Ez itt a német autópálya fizető kütyű szerkezet, ez a Toll Collect nevű szerkezet. Most éppen azt írja, hogy 5 tengelyre van beállítva, aztán nem tudom, mit lehet rajta állítani, ezzel nem is foglalkoztam, meg nem is szabad hozzányúlni, szerintem ezt gyárilag beállítják, úgy, ahogy be van állítva, az kész, úgy kell hagyni. Itt fönt van egy tahográfunk. Itt van egy olyan gomb, ami a tetőablakot nyitná, de hát ugye a tetőablak helyett itt van ez az állóklíma. Állóklíma nevezetű valami. Hát tulajdonképpen annyit már segített nekem, hogy egyik este elég meleg volt a fülkébe, és akkor fölhúztam az ablakokat, meg kint is egy kicsit meleg volt, már ugyan nem sütött a nap, de bekapcsoltam, és akkor bizonyos szintig lehűtötte a fülkét, úgyhogy lakható lett a fülke ezáltal. Erre jó, de egyébként sajnos nincs olyan teljesítménye, mintha kevés lenne benne a gáz, vagy nem tudom, nem dolgozik úgy, mint ahogy kéne, véleményem szerint. Na térjünk vissza ide a műszerfalra. Hát ez itt ugye egy ilyen tároló, valami én ide behánytam ugye egeret, menetlevelet, szemüvegtörlő, tudom én, bélyegző. Ez itt az álló klímának van távirányítója, ezt nézzétek meg.
távirányítós állóklima, bekapcsolom, és hogy mit jelent az a CA, azt nem tudom, de azt írja, és akkor tudom szabályozni a hőmérsékletét ezzel a távirányítóval, a ventilátor fordulatszámot, visszafelé tudom, és azt vettem észre, hogy ha alapjáratom működik ilyen alaphelyzetben, akkor tud valamicskét hűteni. De a magyar nyelvű leírás nincs hozzá, úgyhogy ennyire jutottam bele, kikapcsolom. Na szóval ez itt így ilyen mindenféle hétköznapi dolgokat tároló hely, ez is. Elakadási jelző kapcsoló, ez a kipörgés gátlót, hát most a leírás szerint nem tudom, hogy most teljesen kikapcsolja, vagy csak ráállít egy kicsit, hogy később szabályozzon le, nem tudom. Lényeg az, hogy azt írja, hogy nagyobb nyomatékot lehet adni a hátsó tengelyre, hogyha ezt kapcsolom. Ez itt világítás kapcsoló, bekapcsolja először egy ilyen piros fényt, utána meg a teljes fényt. Ezzel ki be lehet kapcsolni a tolatásjelző hangot. Ez is egy jó találmány, mert ugye, mit tudom én, van úgy, hogy az ember késő este, vagy hajnalba, vagy akármikor tolatni kényszerül. Hát rohadtul tudok örülni én is, ha otthon vagyok, és akkor arra ébredek, hogy a kukás autó tolat a ház előtt, és visít ez a tolatásjelző, mint az állat. Az szerintem tök értelmetlen dolog. Ez az állófűtésnek a kapcsolója. Ezzel tudom a jobboldali ajtót nyitni, zárni, és ez megint csak egy ilyen éjszakai világítás kapcsoló, ott fönt kapcsolja a villanyt. Ez az, amit nem nagyon értek, de mindegy, hát nem kell nekem mindent érteni, szoktam mondani, hogy van itt egy 12 voltos kapcsoló, vagy kapcsoló, szivargyújtó ajzat, amiben most be van dugva a GPS, és ez csak gyújtással működik. Meg, ha ilyen félállásban van a szerkezet, akkor működik, ha gyújtásról leveszem, és ott is hagyom. De ha már teljesen visszaveszem, és utána vissza, akkor is működik. Na mindegy, akkor lehet, hogy egy pár perc elteltével nem működik. Lényegtelen. Mindegy, 12 voltos. Itt a túloldalon viszont van egy 24 voltos, de ez nem szivargyújtó csatlakozó, hanem egy ilyen stegdugó. Ez a vékony. Vékony, úgyhogy amikor az új DAF-ot hoztuk, vagyis hát hoztam az ugye német-magyar fuvar címszó alatt, akkor kellett vennem ezt az átalakítót, mert én nem tudtam, hogy a DAF az így csinálja, én szivargyújtóra voltam készülve, úgyhogy az áram átalakítóm az csak így volt használható, hogy kellett vennem egy ilyet, ami egy ilyen vékony stegdugó. Ezt ide be kell dugni, és így van. Szerencsére ez gyújtás nélkül is működik. Na kérem, akkor mi van még itt? Ja igen, az ágy mögött van az állófűtésnek a szabályozója. Itt tudom a hőfokot szabályozni. Akkor ez egy ilyen éjszakai világítás kapcsoló, ez meg a tetőablakot nyitná, zárná, hogyha lenne, ugye, de már nincs benne. Ez pedig egy olvasólámpa. Van ugyebár felső ágy, ami úgy szintén elég nagy, hát ezt most én ilyen raktárhelyiségnek használom. Ja, és akkor ágy alatt is van tárolóhely, ahol én így mindenféle olyan dolgokat tárolok, ami nem ilyen mindennapos használat. És akkor a baloldali doboz, nem, jobboldali, mert ha normálisan ülünk, akkor ez a jobb oldal. A jobboldali dobozhoz innen is hozzá lehet férni, meg kívülről is. Hát akkor most kívülről már nem kell megmutatnom. Ez egy ekkora elég szép nagy hely, és itt ugyebár tud az ember tárolni dolgokat. Itt ágy alatt, oppá, nagyjából ennyi. Ágy az széles, aránylag kényelmes, úgyhogy jól használható. Van hűtőszekrényünk, meg egy pókom is van,
most jött le a fejemről. Van hűtőszekrényünk, amit ki lehet nyitni, és vannak benne ennivaló, innivaló. Na most az a helyzet, hogy van itt ugye tárolóhely az italoknak, de hát egy másfél literes ásványvíz állítva sajnos nem fér bele. Akkor nem tudom, hogy mire készítették, mert van nekem, vagyis volt nekem korábban, még Franciaországba vettem, az nem másfél liter, az csak 1,25, az se fért bele állítva, úgyhogy ez van. Na nézzük, vannak itt ilyen tároló rekeszek, ez nekem itt a étkezdei rész, hogy kávéfőző, meg kávé, meg só, tészta, stb. Itt edény, itt van egy kis hely, ott is van egy pár dolog. Ja igen, ez egy voltmérő, ugyanis a... Hát nem tudom, hogy a Mercedes meg a Scania tudja-e, olyannal nem jártam, de jártam Volvo-val és Mannal, és mind a kettő tudta az akkumulátor feszültséget a menüje, a komputer menüje, a DAF nem tudja. Úgyhogy hétvégén, ha hosszú ideig áll az ember, meg kéne nézni, hogy hogy áll az akkumulátor, és nem tudom megnézni, úgyhogy hoztam otthonról egy voltmérőt, és azzal tudom megnézni, de állítólag már ráálltak, lehet kapni szivargyújtóba dugható, hát valamilyen 3 LED van rajta állítólag, hogy piros, sárga, meg zöld, és akkor annak megfelelően, hogy melyik LED világít, olyan töltöttségű az akkumulátor, aztán ha sárga világít, akkor már célszerű elindítani újra. Ja, még visszatérve ide, ez egy nagyon jó dolog, szerintem. Ez nem is értem, hogy a gyártók nem figyelgetik egymást, hogy ki mit rak bele a kocsiba, mert ez például nagyon, nagyon jó. Ez egy kihúzom, betolom, rá lehet rakni laptopot, vagy éppen ideül az ember, és akkor eszik rajta, vagy kávét főz, vagy mit tudom én, bármit meg lehet oldani. Ezt nagyon jó találmánynak tartom. Ha nézzük a menüjét. Ugye itt van ez a gomb. Márja, elhúzom, hogy jobban lehessen esetleg látni. Itt van egy ilyen nagy gomb, amit lehet tekergetni, meg lehet nyomni. Nyomom, tekerem. Ennyit tud. És azt tudja, hogy ráteszem a gyújtást, és akkor megnyomom a gombot, akkor előugrik a menüje. Ja, nézzük, hát a műszerezettség ugye az annyi, hogy kilométer óra, üzemanyag szintjelző, AdBlue szintjelző, tartálynyomás, mármint a levegő tartály, fordulatszámmérő, ez meg a vízhőfok. Na most, ugye itt az időt mutatja, a hőmérsékletet, kilométert, meg a nullázás, az a napi számláló ott alul. Azt mondja, megnyomtam a gombot, van ilyen, hogy jármű info. Üzemanyagfogyasztást. Ez most mutatja, hogy ugye aktuális üzemanyagfogyasztás lenne, hogyha járna a motor, és akkor alatta az utolsó 15 perc átlaga, az nullázás óta az átlag, meg be lehet állítani egy cél értéket, hogy mit szeretnénk elérni üzemanyagfogyasztásba. Akkor service info. Nincs vészjelzés, oké. Következő service adatok. Aha, itt valami szerviznek kéne lenni. Hát nem tudom, a dátum valahogy nincs beállítva szerintem. Ez 2001 első hó 1. Igen. Útinfo. Nullázás óta jöttem 582 kilométert, ez volt a teletankolás. Az átlagfogyasztás volt 23,8, összesen 138 liter fogyott el, és ebből 1 liter fogyott el alapjáraton. És 313 kilométert mentem tempomattal, ez a sebességtartás. Ezt mutatja. Napi kilométert lehetne nullázni, de nem akarom.
kilépünk. És akkor vannak itt beállítások, nevet lehet beállítani, akkor cél, üzemanyagfogyasztás beállítása. Hát a 30 liter az sok, az a 25 liter az jó, szerintem. Majd kíváncsi vagyok. Most éppen 25 alatt van, mert 23,8-at mutat. Ha jól emlékszem, annyit mutatott. Legyen 25 a cél. Oké. Ébresztőt lehet beállítani, meg időt, helyi időt, mérföldre lehet kapcsolni, stb. És akkor mi van még itt a beállítás alatt? A kilépés van a beállítás alatt. Úgyhogy sajnos olyat, hogy akkumulátor feszültség jelzés olyat nem tud. Úgyhogy nagyjából ennyit tudok erről a járműről így elmondani. Aztán ha valamit kihagytam, hát akkor sajnálom. Sajnálom, körülbelül ezeket találtam én itt ebbe. Jó, hát ennyi volt.